És ki a fogunk döntőzni? Rascala vagy Nelsonnal? Adja az ég, hogy Rascala. Nelsonnal. Nem baj, azt legalább tudjuk hozni, mert most már tudjuk, mit kell csinálni. Hát jó, csak lehet, hogy most kicsit máshogy fog kijönni a lépés. A Nelsonnal mindig két esélyes a dolog. Arról nem is beszélve, hogy így uncsibb műsor lesz a nagy érdeműnek. Hát ezt... addig beszélj valamiről. Hát... utálom Nelsont. Megint csinálj a szokásos hülyeségét, menjenek a gatok. Meséljétek a Pokémonról, mi van veled? Most elkezdtem egy fura projektet. Össze akarom szedni az összes shiny legendást és az összes event exkluzív Pokémont. Úgyhogy most nem is Wandertrade-elek, hanem GTS-en lógok, és úgy nézem az ilyen rendkívüli lehetőségeket. Kérdésem az, hogy miért akarod összegyűjteni? Nem tudom. Összejött egy-kettő így random, így Wandertrade-en, meg volt egy-kettő GTS-en, amit így kiszúrtam hirtelen, és akkor meg tudtam szerezni, és akkor úgy voltam vele, hogy ha már egy-kettő megvan, akkor megpróbálom megszerezni az összeset, amit lehetséges. Aztán vagy sikerül, vagy nem, két esélyes a dolog. Na, védekezik persze. Mások csak. De már egész jól állok vele amúgy. Hát csinálj, hogy berakja magának a izé, köcsög. Nem, most a izéről beszélek, a legendás, ja, legendás Shining gyűjtéséről. Csak az a pár, hogy van egy pár legendás, ami nem is lehet Shiny-ban megszerezni. Hát azt gondolta, hogy van olyan, van olyan, amiből nincs is Shiny verzió például? Azt mondom, van, amiből nincs. Be van programozva a játék, hogy hogy néz neki, hogyha Shiny lenne, csak nem lehet Shiny-ban megszerezni. Aha. Celebit konkrétan Shiny-ban csak a Pokémon Crystal-ban lehetett megszerezni, és ott is csak a japán verzióban. És azóta abszolút egyik játékban sem megszerezhető Shiny-ban a Celebi. Szerintem azért lassan felhasználhatjuk majd a ezt? Fénytedet, hogyha lesz annyi gátunk. Akkor inkább most ne támadjak? Szerintem nem. Az a baj, hogy szerintem most egy olyan lapot fog használni, hogy elfogynak a gátjaink. Még nem. Még. De mindjárt. De igen, most egy fainted, az nagyon csúnyán beütne neki. Óra, hagyjál meg. Na mindegy, majd következő körbe. El foglak kapni még! Megtalállak még. Ez milyen szám volt? Császár előtt. Császár előtt. Copkiller császár előtt? Ja. Kurva anyja. És ő használja, ez hülye! Ő használja a fénytedet, pedig úgy, hogy nekem csak 5 gátja van, neki meg 9. Magát szivatja meg vele. Hát nem baj. De annyira beleürült abba, hogy kikapott tőlünk, hogy... össze-vissza rakja le a lapokat, nem tudom, amit csinál! What the fuck is going on? És hogy elkezdett többeket dobni, mit csinál ez az ember? Tudja, hogy jelenet már nem bír, Miki, ez a nagy helyzet. Tudom, hogy nyerni fogsz. Fejezzük be gyorsan. Zavarjuk már le. Te még idegesítőbb vagy, mint én. Nem tudok ellened versenyezni. Uncs. Adtál neki a sütemény? Az uncs az nem sütemény, hanem ilyen innivaló. Ja tényleg. De biztos van ilyen süti is, puncs. Biztos van olyan, hogy puncsos süti. Puncsos. Olyan van, de eredetileg a puncsos... Lehet kevertem a minyonnal. Mindenki ilyen hülye nevek. Sütiknek nincsenek jó nevei. És nézd meg, 4 gátért használja a kiszt, úgyhogy nincs gátom. Normális, bazdmeg. What the fuck is going on, man? Nelson, te mit csinálsz? Full Nelson. It's nem full retard, hanem full Nelson. Totál retardált az ember most. Abszolút szuper retard. Ilyen mind game-et nyomat, hogy majd összezavarom. Ja, igen. Epic mind game.
Amikor annyira mind game, ez a saját magadat szopatod ki. Ja. Tekken bejátszottam ilyen emberek ellen. Hogy annyira trükköztek meg mindig, hogy így a legalapabb kombókkal így a szanasz szél aláztam őket. De ilyen nagyon magas szintű játékosokat. Ja, minél több mindent csinálsz, annál több alig hiba lehetőség. Ott a Prey bejött. Azt se próbálkozhatja meg ellenünk. Prey. Még ezt is levédi, gondolom, feltételezem. Gondolom, feltételezem, hogy talán mégis lehetséges. De nem biztos. Viszont, hogy a Fallout 4 limiter kiadást gyakorlatilag 3 nap alatt elfőtt az egész világom. Na szép. Ja. Úgyhogy nekem se lesz. Nem is lett volna rá nagyon pénzem, úgyhogy... Kicsit sajnálom, de ez van. Majd eBay-en beszerzem olcsóbban. Álmodban. Hát miért? A Skyrim-et is úgy vettem meg, igaz Magyarországon. Hát ez egy fél... Szerintem azon nagyjából egyedül vagy a világon, hogy úgy... Igen. Azok ki kell kapni között, még egy ilyet? Figyelj majd, amikor az emberek rájönnek, hogy megkapják azt a kurva drága limitált kiadást, és rájönnek, hogy a Pip-Boy-ba, amit adnak hozzá, ahhoz nincsen kijelző beépítve, hanem neked kell az okos telefonodat, meg tabletedet használni, akkor tudja, hogy sokan el fogják adni. Figyelj, már megint sok a gátja, most következő körben már jó használni van. Fogom a fénytedet, és akkor majd jól megszív, és majd jót rögünk rajta. Jó, legyen így. Majd ugyan is mutogatunk rá akár. Legyen így, még egy legyen kör, így. Még egy kör. Ez az, ezt nem használt semmit. Sem busy time, se semmi. Köszi. GG. Jó játék volt. Közben Takó megnyerte a Mortal Kombat bajnokságot. Az az ember, aki először játszott Dragon Kennel és kikapott. Szóval Dragon Ken egy olyan ember ellen veszített, aki megnyerte az Európa-bajnokságot végül, úgyhogy... Innét is gratulálunk DK-nak a Mortal Kombat versenyhez, ugye ez június... Fél, már június, az, hogy egy ilyen eseményen képviseled Magyarországot, már azért... És nyert két meccset, és nyomott egy nagyon, gyakorlatilag a legszorosabb és legizgalmasabb meccset ő nyomta. És ez volt az első nemzetközi bajnoksága ráadásul, soha nem volt korábban ilyen rendezvényen. Hát ez konkrétan olyan, mint a Pokémon animében, amikor Ash megküzdött egy Tobias nevű faszival, és nagyon csúnyán kikapott ellene, de azért, mert csupa legendás volt a csapatában, ilyen Darkrai, meg Latios, meg ilyenek, és újraadásul, hogy a Darkrai, amit használt, az egész régióban veretlen volt, szóval az egész régión, a jelvényeken, meg mindenen úgy ment végig, hogy csak azt az egy Pokémont használta, és Ash volt az egyetlen tréner az egész régióban, aki megverte azt a Darkrai-t. És a döntőben a srác, aki küzdött ellene, az mind a 6 Pokémonjával kikapott csak az ellen az egy Darkrai ellen. Szóval Ash epikebb, mint a második hely a lévő faszi a bajnokságon. Szóval nem tudom, mikor kerül ki ez a felvétel, ugye ezt július 5-én vesszük fel. De tervezek Dragon Kennel emiatt, meg amúgy is terveztem vele egy beszélgetős interjúzást, hogyha hazajön úgy. Tényleg most, hogy ez a Dragon Ken-es info, ez nem nagyon lesz aktuális, mire ez kikerült. Kurvára nem, tehát szerintem ez a videó ilyen szeptember előtt nem fog kikerülni, de teljesen lényegtelen. Mindegy, emlékezzet. Ez olyan, mint hogy most kerülnek ki azok a Pokémon részek, amikor még csak beszéltünk, hogy milyen jó lenne, hogy a Dragon Ball lehetett megcsinálni. Ja. És az emberek így nem értik, hogy. Hát mondom így, gyerekek, hogy össze-össze rakjuk ki a részeket, meg vesszük fel, tehát, hogy vannak nekünk ilyen időbeli gondjaim, de... Úgy van, hogy nem szeretnék, hogy több, nagyon sok csatorna fusson egyszerre a csatornán, nagyon sok sorozat fusson egyszerre a csatornán, mert összezavarodnátok, meg minden. Meg hogy nem tud, tehát mi ritkán tudunk fölvenni, és így be kell osztani, tehát megcsináljuk azt, hogy azonnal kirakjuk a részeket, amiket megcsináljuk, csak akkor lehet, hogy akkor két hétig nem lesz semmi, érted? Tehát, hogy az sem megoldás ilyen szempontból. Szóval mi ezért csináljuk azt, amit csinálunk. Hát innen valami hatalmas spillernek kell lennie a Nelsonnak, hogy ezt visszahozza. Főleg úgy, hogy basszál a gátjait. Gyógyításra érted. Úgyse fogom kikáhozni, de gyógyít, bazdmeg. Ho. Csak nehogy az legyen, hogy most nyerünk, utána nyer a izé is, hogy hívják? Rascal. És azt fog dönteni, hogy mi kikaptunk ellene egyszer. Nem hiszem. Jó. Mert a Nelson viszont legyőzte a Rascalt. És őt legyőztük kétszer. Jó, de hát azt leszarják ilyenkor. Ez nem is szokott lenni. És miért nem busy time-ozik az a gyökér? Mondjuk már az sem nagyon számítana, de...
Legalább az igyekezetet látnám, hogy így nyerni igen. akar. Nehezon, kicsit szedd meg össze magad, így. Nehezon, ezt te kicsit könnyen adod. Nehezon. Így a többi Blue Wolf, így az első sorban így fogják a fejüket, hogy mi a fasz csinál ez az ember. Nagyon összezavarodott. Hogy lehet ennyire rendes? Nézd meg, Kiss. Nem Busy Time, Kiss. Ami nem is egy jó rock zenekar szerintem. Túlértékelt, igen. Túlértékelt, igen. Konkrétan ja. Már azt dobálok el, amit akarok, mert úgyis hamarabb fog elfogni. De ne adjuk el a meccset, mi se. Szépen. Mi az, hogy eladni a meccset? Egy lapja van neki, nekem még 12-n van. Nem baj, nem baj. Ez egy friska a szemével. Nekünk azért is több lapunk van. A következő kör, akkor is meg fogom támadni. Kész. Kész, basz meg, kész. Sőt, nagyobb támadással támadjuk meg. Na, legalább kiütöttünk valakit. Végre. Köszi, jó játék volt. Nem. Woohoo! Végre. Na most akkor gondolkozzunk, mi lesz. Milyen nyertük a bajnokságot? Igen. Megnyertük. Miki, csap bele. Van egy dragonunk. John Player, vigyázz itt a tournamentünk. Dragonként ünnepeltük és nyertünk egy dragont. Az élet, hogy összehozza a dolgokat, gyerekek. Ez nem véletlen, én úgy érzem. Na nézzük, lassan, tényleg Miki, most lassan egyenként. Dragon, oké, megnéztük. Dragon annyival jobb, mint Charizard, hogy ő tényleg epik és tényleg sárkány. Szóval ennyit akarom. De Miki lassan, egyenként. Cool Judge, ez mit csinál? Cool Judge, hogyha használod ezt a lapot, akkor tudsz húzni még egy lapot a paklidból. Aha, tehát gyakorlatilag kicseréled ezzel. Igen. Jó. Twinkling. Ez egy... Hogy van a... Elfelejtem, hogy mire állítottam be az R1-et, bazd meg. Igen. Ja, hogy amikor már csak egy szörnyed van hátra, akkor tudod ezt használni, és az összes félretett lapod, ami még van a paklidban, az gatta alakítja. Wow! Mit tudom én, van egy nagyon erős támadásod, amire nincs elég gatod, és ezt felhasználod, akkor utána mint a Rambo úgy tudsz menni. Az jó lap. Akkor a téletek, hogyha kivédik, akkor ugye akkor is a fele damage-et lesebzi. Itt van a Byte, ami csak 4-et, 6-ot sebez. Combination, ami a legjobb cucca játékban. Ha ezt összekombinálod ezzel, meg ezzel, akkor 4 gátért 8-at tud sebezni mind a 3 ellenfél szörnynek. Ez a legjobb támadás játékban, csak nehéz egy kicsit összehozni. Wing Cutter, minden olyan ellenfél, ami a levegőben van, szóval az ilyen, amik tudnak repülni, pixi ilyenek, azokra lesebez 4-et, 5 gátért. Akkor Spinning Claw. Oh, basszus. Rosszat nyomtam! Fuck you! De mindegy, az a lap az olyan, hogy ha azzal megsebezed az ellenfelet, akkor a következő körben nem fog tudni támadni. És megint itt van Ellie. De úgyis meg kell nézni, hogy milyen lapok vannak a Dragonnál, mert ha jó lapok vannak a Dragonnál, akkor ki is cserélem. Nézzük akkor. Your cards. The dragon. Na és itt tartottunk. Igen, Spinning Claw. Dragon Punch az csak 5-ért 8-at sebez. Dragon Combo 8-ért 14-et sebez, és ha kivédik a felét, akkor is lesebzi. Szóval akkor is... Hát csak 8 gát, azért az sok. Jó, de garantált 7 damage, még akkor is, ha kivédik. A legtöbb szörnynek 7 izé HP-ja van, szóval hogy... Ez konkrétan majdhogy nem egy garantált KO move. Akkor 4-ért 3-at sebez mindenkinek, de aki intelligens a, támadás. Aki a földön van. Uh-huh. Akkor ezt, hogyha használod egy ellenfélre, akkor a levegőben lesz, hogy tudod, ez tudjon rám működni. Igen, az a levegős támadás. Szóval azt össze lehet vele kombinálni jól. És a védekező lapok ugye nincsenek hozzá, ez nem tudom betenni csapatba. Oh. Bummer. És az extra alapok közül van még valami?
Milyen extra lapok? Hát a módosító meg ilyesmi azokból csak kaptunk, nem? Any Monsternél ugye van a Dodge, Willpower. Hogyha az ellen, hogyha egyik szörnyednek egy vagy kettő életereje van hátra, és ezt összekombinálod egy támadó mozdulatával, akkor kétszer annyit fog sebezni. Jó. Grit, Critical, ezeket tudjuk már. Grand End. Jó, hogyha már nincs lapot hátra, és ezt összekombinálod egy támadó mozdulattal, akkor háromszor annyi is fog sevezni. Ja. Good luck. Kikáozol egy szörnyet. És annyi gátod lesz, mint amennyi annak a szörnynek a életereje volt. Szóval, mit tudom, van egy szörnyed, aminek van még három életereje hátra, használod ezt rá, akkor az a szörnyed meghal, és lesz hárommal több gátod. Ha mondjuk egy támadást le tudjál nyomni. PO. Ezt, hogy használod a szörnyedre, akkor nem fog tudni a következő körben védekező lapokat használni, viszont az azután lévő körben a támadásai kétszer annyit fognak sebezni. Ez hasznos. Ez egész jó. Ez mondjuk gólemre, akinek amúgy sincs védekező lapja, ez hasznos lehet. Concentrate. Ezt, hogyha összekombinálod bármilyen támadó mozdulattal, akkor az olyan védekező lapok, amik nulla gátba kerülnek, azok nem lesznek rá hatásosak. Szóval azzal nem fogják tudni kivédeni a támadásaidat. Persistence. Ahogy az olyan támadások, amik gátot is vonnak le, azokat ki tudod ezzel védeni. Az ilyen liket, meg kiszt, meg ilyeneket. És akkor a breeder lapok. Ugye van a help, a mango, amivel gyógyítani lehet, a wild rush, hogy ezért a legközelebbi öt lapodat automatikusan gátta alakítja a játék. Úgyhogy folynak a lapjaid, de legalább lesz egy csomó gátod a támadásokra. Ugye ezt már megbeszéltük. Ez is volt. Igen, a intelligencia támadásoknak a sebzéséből von le kettőt. Ugye ez egy szabálymódosító alap. Ez is volt már, mehetünk tovább az ilyenek. Meg voltak, ez is. Busy time, ugye ezt is beszéltük. Powder az mit tud? Egyel kevesebb lesz az egyik szörnyednek a életereje. És utána ki fogsz tudni hozni még egy lapot a paklidból. Uh-huh. Ezt annyira nem tartom hasznosnak. Egyáltalán az. Ez, hogyha ráhasználod egy szörnyedre, ami már támadott abban a körben, akkor fog tudni támadni újra. Szóval, hogyha van két jó támadó lapod, egy szörnyed, és van egy sok gátod, mert ez kettőbe kerül. Akkor arra jó. És azon kívül refresh. Ez volt már, Prey is volt, Spark is volt. Long Battle is volt, azt is megmagyaráztuk múltkor. És akkor több ennyi. Nincs. Jól van. És a Bri... Jajon.